A Faluképp megőrzése érdekében indít programot a Nyáradvente Líder Egyesület. A program célja, hogy a hagyományos parasztházak jó állapotban maradjanak fenn, és olyan új épületeket húzzanak fel, amelyek beleillenek a hagyományos faluképbe. Ez a székelykapu az 1900-as években készült. A mögötte levő ház 7 éve épült, tervezésekor azonban a hagyományos falusi házak modelljéhez igazodtak. Tornác faragott oszlopokkal, bályokból készült falak. Szőcs Álmos tavaly nyáron vásárolta meg a házat. Elmondása szerint mindig is a tornácos házakat szerette, ez pedig egyszerre hagyományos és egyedi. Az árával meg voltam elégedve, nagyon tetszett, hogy nézett ki. Az egész koncepciója, hogy elég egyedi tervezésű, megvannak a rajzok mindenről, a manzárdosítható elő van készítve, tehát ez nekem megfelel. Az anyagok tényleg itteniek. Helyből van építve, az itteni sárból van építve gyakorlatilag. A Nyáradmente Líder Egyesület vezetői szerint több olyan nyáradmenti lakosra lenne szükség, aki hagyományos parasztházakat újít fel vagy épít, 10-15 éve ugyanis a faluképp védelemre szorul. Az emberek elkezdték a nyugati mintát követni, olyan alapanyagokat használni és olyan stílusban építkezni, ami esztétikailag nem illik a faluképbe. Nem szeretném műemléket csinálni utcákból, falvakból, hogy néhány épületből igen, de ezt mindenképpen a tulajdonos beleegyezésével vagy akaratával, tehát van néhány, ami megérdemelné a B vagy az A kategóriájú műemlék státust, nyilván nagyon kevés. A többi egy egészséges, helyi érdekeltségű védelmet szeretnénk nyújtani. Antal Zoltán elmondása szerint mindez a faluturizmus fellendüléséhez vezethet. Tervek szerint 2017-től ingyenes tanácsadást biztosítanának azoknak, akik építkezni szeretnének. Ugyanakkor támogatnák az önkormányzatokat és magánszemélyeket a hagyományos épületek megőrzése érdekében, de elindítanák a nyáradmenti ház projektet is, ingyenes modelleket bocsátva az építkezők rendelkezésére.